A 2020-as év a társkeresés szempontjából is hektikus év volt. Tavasszal a járvány első hullámának elején mindenkinél változott a prioritás, így a szingliknek is fontosabb lett, hogy berendezkedjenek a home office-ra, mint hogy a társkereső oldalakat böngészék. Ez a helyzet 2-3 hét alatt normalizálódott, sőt augusztusban a korábbi évekhez képest sokkal aktívabbak voltak a társkeresők. Míg a járvány előtt inkább munkaidő után használták a randi oldalakat, március óta inkább a reggeli és délelőtti órákban böngésznek. Nehéz helyzetben vannak az egyedülállók, mert a szabályok miatt most korlátozottak a személyes találkozási lehetőségek. Ha megismerünk valakit egy társkereső oldalon, akkor nem nagyon tudunk vele hová beülni, akár teázni, akár kávézni, vagy ugye moziba se, nem lehet hol találkozni. A lecsökkent lehetőségek az ismerkedési keretet is csökkenthetik, így a kialakuló félben lévő kapcsolatok sokáig csak online formában léteznek. És hogy ezek a sokáig online térben tartott kapcsolatok aztán mennyire lehetnek tartósak a korlátozások feladása után, azt csak a jövő tudja megmondani, hiszen ilyen körülményekre még soha nem volt példa. A híradónk által megkérdezett társkereső oldal írásban azt nyilatkozta, jelenleg Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből több mint 10 000 egyedülálló társkereső van az oldalon. A férfiak és a nők aránya 60-40% körül mozog. A legtöbben 38 és 45 év körüliek. A nők és a férfiak közül is jelenleg ez a legaktívabb korosztály. De ugyanúgy 20 éveseket és 60 felettieket is jócskán találunk az oldalon. Az online társkeresés hatékonyságát egyébként csak megbecsülni lehet, hiszen az oldalon az ismerkedésnek csak az első szakasza zajlik, a párkapcsolatok kiteljesedése már nem nyomon követhető. A portál marketing igazgatója azt írja, az oldalról magukat végleg törlő társkeresők negyede mondja azt, hogy amiatt hagyja el az oldalt, mert megtalálta a párját. Mivel évente 150-200 ezer új társkereső regisztrál, így éves szinten 40-50 ezer komoly párkapcsolat születik a társkereső oldalaknak köszönhetően.